és a Szentlélek nevében. Könyörögjünk, Istenünk, az Egyiptomból való kiszabaduláskor azt parancsoltad népednek, Mózes szolgád által, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus előképeként bárányt vágjon, és annak vérével kenje meg házának szemöldök fáját. Kérünk, áld meg és szenteld meg ezeket a hús eledeleket, amelyet mi a te gyermekeid, a te dicsőségedre akarunk magunkhoz venni. Ami Urunk Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Kérünk Istenünk, árasz ki áldásod, bőséges kegyelmét ezekre a tojás eledelekre. Add, hogy üdvösséges tápláléka legyen a benned hívőknek, akik háladással veszik azt magukhoz, ami Urunk Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére, aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg ezeket a húsvéti kalácsokat, mint ahogyan a pusztában az öt árpa kenyeret megáldottad. Attól, aki ebből hívő lélekkel eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle. Általad, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Kérünk, Urunk Istenünk, áld meg ezeket az eledeleket, amelyet tőled kaptunk, hogy az emberi nem fenntartására és üdvösségére szolgáljon. Szent neved segítségül hívására adj testi erőt és lelki oltalmat mindazoknak, akik ebből táplálkoznak, Krisztus, ami Urunk által. Oh, yeah.
Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Feltámad Krisztus. Valóban feltámad.